30 bajnoki forduló után 14 győzelemmel, 7 döntetlennel és 9 vereséggel az előkelő 5. helyen áll a HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata a Merkantil Bank Ligában. A Magyar Labdarúgó Szövetség bizottsága a közelmúltban elbírálta a 2024-25. Évi nemzetközi, nemzeti első osztályú, nemzeti másodosztályú és nemzetközi női licenszkérelmeket. A HR Rend Kozár Michelint üzemeltető Goldsport Szolgáltató Kft. Első körben megkapta a nemzeti első osztályú klublicenszet. A 2024-25-ös szezonban való induláshoz nagyon fontos volt első körben, hogy meglegyen a induláshoz szükséges licenszünk. Amikor elkezdtük a licenszerzési folyamatot, akkor ugye még arról volt szó, hogy akár a feljutás is szóba jöhet, ezért NB1-es licenszet adtunk le. Sajnos ez most már egy kicsit távolodni látszik, de az dicséri a kis szervezeti egységünket, azt gondolom, hogy meg is kaptuk az NB1-ben való induláshoz való jogot. De egyébként nem csüggedünk nyilván ezzel az 5. helyen, és nagyon boldogok vagyunk, hogy jövőre is majd egy ilyen nívós NB2-nek lehetünk a tagjai. Szeretnénk egy ilyen évzáró eseményt rendezni, ugye még nem tudjuk, hogy pontosan melyik nap, most a szövetséggel elkezdtük a párbeszédet arról, hogy talán szombatra tudjuk tenni az utolsó mérkőzésünket, de szeretnénk megadni a módját, hiszen a csapat nagyon jól szerepelt idén, az egész klubot szeretnénk egy kicsit ezzel megünnepelni, ennek több lába lesz, meghívjuk korábbi labdarúgóinkat, kiemelt figyelmet kapnak majd itt a 2007-2008-ban Kozár Michelinben szereplő labdarúgóink, ugye ők voltak az első NB2-es labdarúgók a Kozár Michelini klub történetébe, de várunk majd mindenkit, korábbi edzőinket is meghívtuk, akik sokat tettek a klubért, és szeretnénk egy ilyen bulit is szervezni a végére. Nyilván a programokat majd megírjuk a honlapon, de szeretnénk tényleg, ha a végén a mérkőzés után egy ilyen utcabál jellegű bulival közösen megünnepelnék ezt a csapatot, mert tényleg azt gondolom, hogy fantasztikus volt, amit idén véghez vittek. Labdarúgásban tehetséges, hátrányos helyzetű baranyai gyerekeknek szeretne lehetőséget biztosítani a Meri Álmodni Alapítvány és a HR Rend Kozár Michelin. Így egy közös együttműködés keretében április 25-én elindították az Álmodj Velünk ösztöndíj programot. A Meri Álmodni Alapítvánnyal elindult egy közös projektünk, aminek az lesz a lényege, illetve azt célozza, hogy olyan nehéz körülmények között élő tehetséges focista gyerekeket azonosítsunk be, akiknek közösen tudunk abban segíteni, hogy esetleg kicsit ki tudják bontakoztatni a tehetségüket. Szervezünk majd egy ilyen kiválasztót ajánlások alapján, és akkor közösen az alapítvánnyal, illetve az alapítvány támogatással, utazási támogatást, illetve sportfelszerelés támogatást tudnak adni. Mi nyilván emellé a szakmai lábat tudjuk megtenni, az, hogy kiválasztunk, kiket választunk ki, illetve az, hogy a szakmai munkát tőlünk megkapják, tehát gyakorlatilag az, hogy edzeni tudnak. A Meri Álmodni Alapítvány az egy másfél évvel ezelőtt kezdődött, úgymond az egész történetünk. Mi alapvetően ott kezdtük az egészet, hogy hátrányos helyzeti óvodáknak szeretnénk a továbbiakban is segíteni, ezért is alapítottuk az alapítványunkat tulajdonképpen, de most bevontuk a 8-12 éves korosztályt is abba, hogy tudjunk segíteni. Itt szeretnék is köszönetet mondani Magyar Márknak és az egész Kozár Michelini Futballklubnak, hogy beállt az alapítványunk mellé és segítik a munkánkat. Itt egy ösztöndíjprogramot találtunk ki közösen a klubbal, ami arról szól, hogy 8 és 12 éves kor közötti tehetséges, rászoruló játékosokat keresünk, akiket a sport által szeretnénk egy álmot adni nekik, hogy ki tudjanak törni a szegény sorsból. Az egy évre szól, igen, elsősorban Baranya megyéből keressük a gyerekeket, hogy azért a bejutásokat is tudjuk támogatni, sportfelszerelést, mindent, ami a sporttal kapcsolatos. Ezért várjuk a jelentkezéseket, és a klub utánpótlás edzői fogják kiválasztani azokat a tehetséges gyerekeket, akik bekerülnek az ösztöndíj programunkba. A gyerekek kiválasztó edzésen vehetnek részt a Kozár Michelini stadionban, és az alapítvány, valamint a klub gondoskodik arról, hogy aznap felejthetetlen élményben legyen részük a kislabdarúgóknak. A Meri Álmodni Alapítvány és a HR Rend Kozár Michelin a kiválasztott tehetségeknek egy éven keresztül minden edzéssel kapcsolatos költségét átvállalja.